Így néz most ki felülről az Audi Hungária logisztikai központja. Itt épül majd meg Európa legnagyobb tetőnaperőmű parkja, összesen 160 ezer négyzetméteren. A 35 ezer napelemből álló létesítmény évente 9,5 gigawatt óra energiát fog termelni, ami 5 ezer háztartás éves energiaigényének felel meg. Ezzel a villamos energiával fogjuk a logisztikai eszközeinknek a akkumulátor töltését elvégezni, illetve ez a villamos energia fogja azt a célt szolgálni, hogy az épületeken levő világítás, illetve az épületekben üzemelő számítástechnika üzemelni tudjon. A munka jelenleg a tervezésnél tart. Az építkezés augusztusban kezdődhet el a két egyenként 80 ezer négyzetméteres csarnok tetején. Gyártócsarnokaink, illetve a raktárcsarnokainknak a tetőfelülete az jelenleg kihasználatlanul áll, és úgy gondoltuk, hogy ez a legjobb döntés és ez a legjobb ötlet ahhoz, hogy villamos energiát termeljünk vele. A naperőmű parkot az E.ON telepíti és helyezi üzembe. Az itt megtermelt zöldáramnak köszönhetően 6000 tonna széndioxiddal kevesebb jut majd a levegőbe. Az E.ON modern, megbízható, fenntartható szolgáltatásokkal kíván jelen lenni az új energiavilágban, ami azt jelenti, hogy folyamatosan dolgozunk az energia és környezetudatos jövő fenntartható megoldásain, és ez nem csak azt jelenti, hogy ilyen tetőre szerelt naperőmű parkok építésében veszünk részt, hanem más napelemes és energiahatékonyságot biztosító rendszereken dolgozunk, illetve az elektromos közlekedési infrastruktúrának a kiépítésében is szerepet vállalunk. Az Audi Hungária célja az, hogy széndioxid semleges vállalat legyen, ezért energiaellátásának csak nem 70%-át, már most megújuló geotermikus energiából fedezi a vállalat.